Jó napot kívánok, kedves hallgatóink, kedves nézőink! Ez a Mit főzek című műsor. Tóth Zoltán és Kis Katalin köszönti Önöket. A mai műsorunkban egy olyan ételsort szeretnénk bemutatni, illetve én nem, csak Tóth Zoltán, mert ez az ő találmánya, ami ilyen ételsort akár ünnepi alkalmakra elkészíthetünk, akár baráti vacsorának, akár csak saját magunknak, mert nagyon kellemes, nagyon változatos, hogyha valaki vegetáriánus is van a társaságban, akkor neki is megfelel, mert az ételek egy része vegetáriánusok számára is elkészíthető, illetve hát megkóstolható, és ez a lényeges benne. Úgyhogy egy ilyen ételsorról fog beszélni nekünk most Tóth Zoltán. Kedves Zoltán, hogy találtad ezt ki, és mit, hogy nevezted el? Előbb nevezted el, és aztán találtad ki, hogy, legyen, mi legyen benne a tartalom? Talán hallgatóink közül többen is tudják, hogy mi rendszeresen főzünk a Heti Betevő Egyesületnek, illetőleg a Dankó utcai hajléktalanok számára. És ehhez van egy ételszabvány, amelyet mindenkinek illik figyelembe venni, és ez a magyaros egytál ételre vonatkozik. Most, hát, hogy általában azt főzünk ezekre a helyekre? Igen, azt főzünk, mert a konyha felszerelésünk egész sokkal szerényebb, mint egy nagy konyhájé. Nekünk bográcsaink vannak, van 3 darab 25 literes és 2 darab 70 literes, és hát ezekkel kellett megtanulni főzni. Nos, az ilyen magyaros egytál ételre a szabvány a mennyiségre vonatkozólag azt mondja, hogy 45 dekának kell, hogy legyen, és valamelyest az összetétel is meg van határozva. Azonban a 45 deka az nekem egy kicsit soknak tűnt egy idő után, főleg ugye mióta már nem nagyon sportolok, és a napi sétahadagom is eléggé lecsökkent, és ezért nincs szüksége egy idősödő szervezetnek sem 45 deka élelemre. Ezért azt találtam ki, hogy mivel a hajléktalanoknak továbbra is eszerint a szabvány szerint főzünk, mert ő nekik az energiabevitelre feltétlen szükségük van, azonban nekünk magunknak már nem annyira, ezért gondoltam, hogy kipróbálom, hogy mi az a kevesebb mennyiség, amellyel beírjuk, de amely viszont tápláló és elegendő mindenki számára, aki fiatalabb korosztályban is, akik ülőmunkát végeznek, és hát nem fizikai munkát. Na, így jutottam rá a francia konyhára, és a francia konyhában nagyon megtetszett, hogy főleg a hosszabb esti baráti vacsorák alatt sokfajta ételt felszolgálnak, azonban mindenből csak keveset. Itt tehát némi kísérletezés után azt gondoltuk ki közösen, hogy akkor főzzünk 7 féle fogást, de a 7 féle fogásnak az összmennyisége nem lehet több, mint 35 deka, és akkor elosztottuk, hogy a 7x5 35, akkor egy étel maximum 5 deka lehet, és hát így alakult ki ez az elnevezés, hogy 7x5 egyenlő 35 deka zöldség és hús, ami egy adag étel. És ez a kalóriatáblázatokat is figyelembe véve teljesen elegendő egy felnőtt, nem fizikai munkát végző ember számára. Azért azt tegyük hozzá, hogy ezt leginkább vendégségben érdemes végig csinálni, egyrészt a rengeteg előkészület miatt, másrészt pedig, hogy nagyon jól lazítja a beszélgetéseket, meg az ételek fogyasztását, hogy közben mindig le lehet szedni az épp elfogyott fogásoknak a kellékeit, tehát ad egy ilyen ritmis, egy ritmust arra, hogy teljen el az este. Mert azért ezt nem úgy esszük meg, mint egy 35 dekás egy tál ételt, amit 10 perc alatt termel mindenki.
Igen. A családi, illetőleg a baráti összejöveteleknél ez mindig probléma, hogy időnként az étel válik a főszereplővé, és nem a beszélgetés a családtagokkal, vagy a barátainkkal. Ugyanakkor ez annyiban is nehézséget jelent, túl azon, amit említettél, hogy relatíve sok időt vesz igénybe az előkészítés, de nem a baráti, családi vacsora előtt kell ezeket elkészíteni, hanem a zömét már előző nap el lehet készíteni, így tehát igazából csak az összerakás és a tálalás marad az utolsó pillanatra. Az is egy nagyon fontos elem, hogyha elhatározzuk valaki a hallgatók közül, hogy kipróbálja ezt a 7x5-35-öt, hogy ide nagyon kicsi térfogatú vagy kis kaliberű tálalóedényekre van szükség, tehát nem a hagyományos nagy amerikai leveses tálra, illetőleg a nagy lapos tálra, hanem kifejezetten kis poharakat tudok ajánlani. Hogyha nem volna félreérthető, akkor én nagy előszeretettel használom a pálinkás poharakat, mert azok általában ugye fél decisek, és az öt deka az körülbelül fél decinek felel meg. De az ilyen kicsit, ha távolabbi kultúrából megyünk, akkor a kínai kis tálkákat, apró, pici edénykéket is nagyon jól tudjuk használni, de én még a kávés pohár alátéteit is nagyon szívesen használom, hiszen egy ilyen kis egy-két falatnyi étel ugye nagyon egyszerűen, és ráadásul keveset kíván a mosogatásba, ami szintén nagyon fontos elem. Azért tegyük azt hozzá, hogy az egyik fogást azt rendszeresen egy nagy bútoráruházban vásárolt mécses tartóban szolgáljuk föl. Ugye a skandináv üvegkultúra az nagyon-nagyon elegáns és divatos most is, és ennek nagyon jó pofa formája van. Van olyan vendég, akinek bevallottuk, amikor megkérdezte, hogy honnan van ez a gyönyörű pohárka, hogy ez mécses tartó. Van, akinek inkább nem kötöttük az órára, hogy elmenjen a kedve. Mécsest ez a tartó, még sose látott mosogatógépet, pedig minden alkalommal, amikor használjuk. Mondanál akkor recepteket is? Igen, nézzük akkor rögtön. A magyar hagyományból annyit mindenképpen merítettünk, hogy levessel kezdjük. Ugye a hagyományos magyar levest azért ették a parasztok, hiszen a dolgozó osztályokban a magyaros ételek kezdetein, ugye ők voltak messze a nagy többségben, mert a meleg leves kitágítja a gyomrot, és jobban megrakható a második fogással. Hát erre ma már nincs szükségünk, de a magyar étkezgasztronómiában hagyományos, hogy először levest teszünk. Kínában ez az utolsó, hogy levest szolgálnak fel. Én egy macezgombóc golyót zöldlében, ezt a fantázia nevet adtam az első fogásnak. A macezgombóc ugye nagyon egyszerű, ráadásul könnyen is elkészíthető, sőt, nagyon jól fagyasztható. Ezért én 2-3 havonta egyszer készítek macezgombócot, de akkor mindig annyit, hogy be is tudjam fagyasztani. Hogyan kell a macesz gombócot elkészíteni? Nagyon egyszerű. Veszünk maceszt, ezt így minden nagyobb boltban lehet kapni. Hát elettődjünk meg, hogy az van ráírva esetleg, hogy pászka ugyanaz. Igen, minden. Tehát mind a kettő magyarul van egyébként, a macesz is, meg a pászka is. De ha nem akarnánk ezt az alkotóelemet használni, akkor zappehelyt nyugodtan vehetünk, és ezzel helyettesíthetjük a maceszt. Azzal kezdjük, hogy összetörjük a macesz táblácskákat, és friss vízzel felengedjük, és ebbe hagyjuk ázni. Ez legalább egy másfél-két órát hagyjuk ázni, de előbb is ki lehet facsarni. Ugyanúgy, ahogy egyébként mással is tesszük,
Tehát ez semmi különlegességet nem jelent, hogy valamit vízbe áztatunk. Tegnap bablevest főztünk, és előtte egész éjszaka áztattuk a babot. Akkor ezt leszűrjük, és félretesszük, mert hát ha szükségünk van rá. Ezt követően egy kis kacsazsírban, ugye a kacsazsír az a zsidó étkezésből szüremlik be, de a magyar konyhától sem idegen egyáltalán, sőt a libazsír nagyon sokaknak a kedvence is. Ebben megpirítunk egy kis fej hagymát, amit apróra vágtunk. A kész hagymához hozzáadjuk a fűszereket, és ezek a fűszerek lehet petrezselyem, tört bors, gyömbérpor, egy kis sót is tegyünk bele, de egyáltalán ne vigyük túlzásba a sót, mert enélkül is nagyon jó íze van. Ezt követően hozzáadjuk a macesznak a másik felét. Összesen, mondjuk 4 főre számítva, 15 deka maceszt vettünk, ebből 7,5 dekát már összemorzsoltunk, szárazon hagytunk 7,5 dekát, akkor beletesszük, amikor a többi elemet már összekevertük, és ezt követően betesszük egy órára a hűtőbe a macesz gombócokat. Nem azért, hogy befagyasszuk, hanem azért, hogy jobban összeálljon minden kis elemi részecske, átvegye a másiknak az ízét. Ezt követően vizes kézzel kis gombócokat gyártunk. Ha túlsűrű lenne a masszánk, akkor egy kicsit vízzel higítjuk, de óvatosan, nem túlzásban, mert akkor megint tehetünk hozzá maceszt, és ez így megy addig, amíg a szomszéd boltba lehet maceszt kapni. Nos, ezt követően nekiállunk a zöldlé készítésnek. Ennek a hozzávalói egy darab sárgarépa, egy darab zellergumó, 10 deka spenót, fagyasztott is jó, vagy friss is jó, és annyi víz, hogy éppen meglepje a megtisztított és felvágott zöldségeket. Na ezt puhára főzzük, de én nem vagyok híve a szétfőzős módszernek a zöldségeknél, inkább egy icipicit harapható a magyar. Amikor ezzel mind készen vagyunk, akkor ugye kivettük a fagyasztó vagy a hűtőbe betett macesz gombócokat, belefőzzük a levesbe. De ezt főzhetjük közvetlenül a levesbe is, de akkor számítsunk rá, hogy nagyon sokat fel fog venni a főzővizéből. Én ezért inkább külön vízben megfőzöm a macesz gombócokat, és csak közvetlenül a tálalás előtt rakom össze a zöld lével. No, ennyiből áll a macesz gombóc zöld lével. És ezt hogy tálaljuk? Kis pohárba, ugye, mert ebbe körülbelül fél deci víz fér bele, és egy ilyen icipici gombócka. Ezzel a pohár meg is telik, adunk hozzá egy kis kanalat, hogy ne kelljen nagyon szerencsétlenkedni. A macesz gombóc egyébként könnyű, mert nem áll össze egy vasgolyóvá, tehát egy kis kanállal simán kettébe tudjuk vágni, és szinte két falatra, két kortra meg is tudjuk enni az első 5 dekánkat, ami tehát macesz gombóc zöld lében. Annyit hozzátehetek, hogy ha mire itt spenótot használunk, akkor azt a lobogva forró vízbe tegyük bele, mert különben olyan furcsa külseje lesz a levesnek, hogyha hidegen, fagyott állapotban hideg vízbe tesszük, akkor nem lesz olyan gusztusos, mint a forró vízben. Igen, következő fogás? Következő az az unokáimnak a kedvence, amelyet úgy kezdtem, amikor még kicsik voltak, hogy húsvétra mindig csináltam nekik kaviárral töltött tojást. Ugye a töltött tojást készíteni egyáltalán nem egy ördöngőség. Én ezt úgy csinálom, hogy megfőzöm a tojást, kettébe vágom a megpucolt kemény tojást, a sárgákat kiszedem egy kis tányérba, összekeverem valamivel, lehet egy egész kevés, aki szereti mustárt tenni hozzá, de lehet hozzá esetleg egy kevés vajat tenni, tehát valamilyen ízt adunk, ne talán egy kis majonézet, ezt sem mindenki szereti,
Lényeg az, hogy egy jó kenhető kis állagot állítsunk elő. Én magam kefirre szoktam higítani a tojássárgáját, és ennek nagyon jó íze van, én még sót se teszek bele. Ezt követően a félbevágott fehérjéket beleteszem egy-egy kis tálacskába, vagy pálinkás pohárba, erre ráteszem a kikevert tojássárgáját, és már is jöhet, na nem a kaviár, mert ma már megfizethetetlen a kaviár, hanem lehet nagyon jó ukrán ikrát kapni, ami én szerintem nagy művésznek kell annak lenni, aki meg tudja különböztetni az orosz kaviártól, de egyébként a német kaviár se rossz, ráadásul ezek nem megfizethetetlenül drágák. Itt az is ikra a német. A németet is ikrának hívják, igen, mert az oroszok ugye levédették, hogy csak az a kaviár, ami náluk terem. Ezzel készen is vagyunk, egy kis kanalat adunk hozzá, esetleg egy szem kétszer sültet. Ez nagyon nagy sikert szokott a barátaink között is aratni, ez a tojás. A leves is, de a tojás is. A következő fogás valami komolyabb már, mert ugye ez inkább egy fűszeres, zöldséges burgonya, én így nevezném el, igazi vegetariánus étel. Az, hogy a krumplit héjába főzzük, vagy meghámozva főzzük, ez igazából rajtunk áll, bár egyébként megjegyzem, hogy más a héjába főtt burgonya íze, mint a meghámozott burgonyának az íze. De ezt mindenki döntse el maga, próbálja ki így is, úgy is, és utána ítélkezhet. De hozzászólhatok pillanatra? Ugye én nagy krumpli evő vagyok, és ezen kívül a burgonyát is szeretem, hogy azt tudom minden háziasszonynak, háziembernek tanácsolni, hogy ne sajnálja a pénzt a krumplira, mert általában nagyon jó árarányban vannak a minőséggel a különböző krumplik, és minél drágább, hát nem mondom, hogy a francia krumplit kell megvenni, ami az ilyen télen olyan 800 forint körül volt kilója, de azért egy jobb saláta krumpli, vagy most ez a sárga krumpli, ez most nagyon feljött, hogy ez milyen jó ízű lett, valami jó nemesítésből származik, szóval ne a legolcsóbb, legolcsóbb dolgot vegyék. Ráadásul ugye ezek kis mennyiségek, úgyhogy még csak nem is vár minket annyira földhöz. A zöldségek és a krumplinak, nem mondom meg a dekáját, hogy így vagy úgy, én szerintem kétharmad krumplihoz egyharmad zöldség feltétlenül szükséges. Mi legyen a zöldség? Hát amit levesz zöldségnek nevezünk, sárgarépa, fehérrépa, zeller, paszternák, amit kedvelünk. Ezen kívül én nekem itthon általában mindig van félretéve egy kis füstölt kolbászból kisült zsír. Na ez nagyon jó lesz az ízesítéshez, és persze tehetünk még hozzá sót, törött borsot, és az egészet belerakjuk egy nagy lábosba, annyi vizet teszünk rá, hogy éppen ellepje, nem kell több. Ezt követően leszűrjük, de félre tesszük a főzőlét, hogy ezzel tudjuk majd higítani, hogyha túl beton keménységűre sikerült előállítani az első krumplipürénket. A krumplipürét előállító eszközben javaslom, hogy tartózkodjanak a botmixertől, a turmixtól, meg egyéb ilyen gépi kavarástól, mert elég, ahogy ezt a szakács nyelven mondják, szíjas lesz a krumplipüré. Ehelyett ilyen egyszerű mechanikus krumplinyomót ajánlok, nem azt, amivel a gesztenyepürét szokták, ugye, hogy olyan szép kis kukacokra nyomja szét, hanem egy egyszerű, néhány száz forintba kerül egy ilyen fém rácsos vagy lukas szerkezetű krumplinyomó, és mivel a krumplink megfőtt, ezért ez nagyon könnyű lesz összenyomkodni. Mit tegyünk azért, hogy krémes legyen a mi zöldséges krumplipürénk? Hát az első javaslatom az, hogy tegyünk bele joghurtot.
A joghurt egyébként is ma sokkal népszerűbb kezd lenni, mint a tejföld, de tejfölt is tehetünk bele, csak akkor ugye magasabb lesz a zsírtartalma. Ne feledkezzünk meg a félretett fűszeres kolbászsírról, amit kis mennyiségben keverünk hozzá, éppen csak, hogy átüsse az inger küszöbünket, hogy amikor beveszünk egy kanállal a jó kis zöldséges krumplipüréből, akkor megkérdezzük a asztaltársainktól, és még mi van ebben krumplin és zöldségen kívül? De ez csak akkor, hogyha nem valaki keményen vegetáriánus, annak tegyük félre egy kis adagot zsír nélkül. És ezt is egy kis tányéron adagoljuk, nem kell több, mint a deka, és egy kis kanál, hogy gyorsan meg tudjuk enni. Esetleg egy kis salátát nem készítünk? Én hogyan készítenénk? Hát ígértünk. Ételre gondoltam, hiszen ezt. Ígértünk. Az egyik ilyen saláta lehet, amit mi a saját konyhánkban hideg lecsónak kereszteltünk el. Ez a hideg lecsó készítés egyébként télen-nyáron is lehetséges. Kétségkívül, hogy a lecsó szezon az nyáron van. De ma már ugye télen is lehet TV paprikát, tehát tölteni való paprikát kapni az üzletekbe, illetőleg a paradicsomot is. Nem olyan az a paradicsom, mint az augusztusi szántóföldi paradicsom, de salátának én szerintem megfelel. Fejenként egy nagy TV paprikát és egy nagy paradicsomot számítsunk. Fejenként? Nem lesz az sok fejenként? Nem hiszem, hát... Érek kis pohárba. Igaz, de több kis pohárnyit tudunk előállítani, mert azért... Ja, nem... hogy lesz, akinek szabad több pohárra venni, de akkor igen, ki 35-ek. Ez mindig számítsunk rá, hogy legalább egy pohárral több ételt készítsünk, mint ahány vendégünk van, mert valaki úgy is fel fog kiáltani, hogy nincs még egy belőle, és akkor... Na tehát a paprikát, paradicsomot fölvágjuk, ezt követően keverünk hozzá joghurtot és főtt tojást, amit fölvágtunk. Ugye lehet kapni ezeket a tojásvágó szerkezeteket, amelyek szépek, én duplán szoktam vágni, hosszába, keresztbe, már is nem kell bajlódni a tojásvágással. De azért tegyük hozzá, hogy a különösen a paprikát, de a paradicsomot is itt elég apróra kell vágni. Mert igen, apróra kell vágni, hogy nehogy fölpöntörödjön a héja, mert az ugye deguszta, ahol pöntörödik a paprika vagy a paradicsom héja. Ezt követően betesszük a frigiderbe, legalább egy éjszakát állni hagyjuk. Ez igen nagy megpróbáltatás, mert az ember, ha felébred éjfélkor, és óvatosan kimegy a konyhába, és rávilágít a hűtőszekrénynek a fénye, akkor jobb becsukni a szemünket, és más után nézni. Szerintem a frigider ajtót jobb becsukni, úgyhogy ja. Nem marad a hideg lecsó. Igen, igen, igen. Ez is egy jó megoldás, bár akkor az ember éhesen megy vissza újra aludni. Ez a hideg lecsó, tehát egy nagyon egyszerű étel, kis pohárba töltjük, egy kis kanállal, esetleg adunk hozzá egy darab kisméretű kétszer sültet, és már is jó étvágyot kívánunk ehhez a fogáshoz, amely a negyedik volt a listában. Akkor most már jöhet egy húsos étel, mert hát, ha nem mindenki vegán, mert mi se vagyunk. Igen. A húsos ételnek a többfajta behatás alapján alakítottam ki. Az egyik, ami nagyon megtetszett, hogy lehet tortilla lapot, vagy bárhogy is nevezik, de megismerjük. Ugye gyakorlatilag egy élesztő nélkül készített kenyérlepényt vásárolni az üzletbe. Nem olyan drágák, körülbelül annyiba kerül, mint hogyha kenyeret vennék. Ugye ma már egy kiló kenyér is 1000 forint körül van, na ennyiért lehet kapni 8 darab mexikói
ilyen kenyérlepényt is, de ez lehet arab, vagy bármi, indiai is akár. Sőt, Koreában kaptunk rozslisztből készültet, tehát hogy nem... Igen, rozslisztből, és teljes kiörlésűt, amely szép barna színe van neki. Na, nézzük akkor, hogy mit töltünk ebbe a kenyérlepénybe. Az első, hogy darált marhahúst vásárolunk, fejenként körülbelül 8 dekát veszünk számításba. Miért holnap utánra is vagyunk belőle? Igen, mert ebből egyébként se szokott maradni, mert itt legalább 2-3-an felkiáltanak, hogy nincs még egy kicsi belőle. Tehát 8 dekát, ezt egy kis megdinsztelt hagymán megfuttatjuk, kifehérítjük. Nem kell teljesen készre főzni, teszünk hozzá egy kevés paradicsompürét, vagy valami, még valami ízesítőt. Teljesen át kell, hogy süljön, azonban ez nem egyben lévő hús, tehát ez sokkal gyorsabban megpirul, erre minden esetre külön fordítsunk figyelmet, tehát ezt nem lehet ott hagyni a darált húst, hogy na majd akkor megsülezik magától. Ezt folyamatosan kell kavargatni, néhány perc és készen van. Ezt követően friss salátát veszünk elő, azt akár magunk is elkészíthetjük, de a nagy bevásárló központokban ma már konyha kész, 20-25-30 dekás vegyes mixelt salátákat lehet kapni, én ezt javaslom mindenkinek. Egyrészt megkímélődünk az előkészítés többszöri mosástól, fölvágástól, meg mindentől. Másrészt meg olyan kicsi adagokat kellene, hogy vásároljunk, amit egyébként nem lehet kapni. Most lehet egy fél céklát lereszelve van? Nem lehet. Hát igen, ezért ezek a saláta mixek, ezek nagyon praktikusak. Összekeverjük joghurttal, és ezzel gyakorlatilag kész is vagyunk. A meleg darált húst és a hideg joghurtos salátát belehengergetjük ebbe a kvázi palacsintába, és ezzel készen is vagyunk. Azonban ez egy palacsinta, az két adag étel. Szépen julienne-re egy késsel ketté vágjuk, és külön-külön tálaljuk fel. Szerintem ez nagyon gazdaságos is, és finom is. A másik lehetőség, hogy ha már egy levessel nyitottunk, akkor egy bolgár levessel zárjuk az ételsort a desszer előtt, és ez a tarator. Ugye amikor a gyerekeink kicsik voltak, akkor többször is voltunk a bolgár tengerparton nyaralni, és ez nagyon jó volt, mert fillérekbe került a zuborka, ezt csak fokhagymával le kellett reszelni, fokhagymával összekeverni, és fölengedni joghurttal, vagy bármilyen kefirrel, vagy esetleg tejföllel, de a tejföl már nagyon sűrű, és akkor nem annyira levesre hasonlít. Ehhez semmi más nem kell, csak egy kis pohárka, félig megtöltjük, és egy kis kanállal szervírozzuk, ehhez nem kell kétszer sültet sem adni. A bolgár taratort menjenek föl az internetre, meglátják, milyen egyszerű és olcsó ennek az elkészítése. Végezetül jön a desszert, én egy csatnit ajánlok. Ugye a kertünkben van szilvafa, barackfa, körtefa, ezek mind alkalmatosak arra, hogy... Meg a réges cseresznye is van. Igen. Akkor elmondanád, hogy csinálunk csatnit? Igen, ezt azért szívesen elmondom, mert általában én csinálom, vagy te segítesz, vagy valamelyik barátunk, mert azért sok munka a csatni készítés, viszont szezonban meg lehet csinálni, és onnantól kezdve a következő szezonig, ha nem kérünk el a barátok a kész csatnikat, akkor jut belőle minden hétre tulajdonképpen. Amilyen gyümölcsöt akar az ember csinálni, hogyha körtét, barackot, meggyet, ezeket mindet lehet csatninak készíteni. Ha cseresznyét csinálunk, akkor azt javaslom, hogy valamit tegyünk hozzá, még egy gyümölcsöt,
vagy egy kis ribizlit, vagy pirosat, vagy feketét, mindegy, vagy bármit, ami úgy érezzük, hogy passzol hozzá, mert a cseresznye egymagában nem elég ízes, hogyha megfőzzük. És csatnit pedig úgy kell csinálni, hogy föl kell darabolni, ki kell magozni, ugye, minden magot kiszedünk belőle. Én a ribizlit szoktam magozni. Igen. Még szárazni is, ha szoktad, azt tényleg a ribizlit villával tessék leszedni a száráról, mert úgy sokkal gyorsabb és kevésbé fárasztó, mint szemenként leszedegetni. Tehát, hogy földaraboljuk körülbelül egyforma darabokra, és veszünk előtte a boltban olyan cukrot, amilyet szeretünk. Ha valaki a hagyományos kristálycukrot szereti, akkor azt vesz hozzá. Én nagyon szeretem, nálunk nagyon beváltak ezek a befőzéshez már eleve úgy készülő cukrok, hogy befőzéshez. Ezekben mindig van zselésítő anyag, akkor már nem kell vele külön vacakolni, hogy az is legyen benne. Van benne egy kis citromsav, hogy ne menjen el a színe. Szóval mindenféle van, ami megkönnyíti az ember dolgát. Én rá szoktam szórni, és attól függ, melyik gyümölcs, de például a szilvánál mindig hagyom egy éjszakát állni legalább, ugye ez a hagyományos szilva befőzésnél is így van, tehát hagyom állni, a többit azt nem szoktam, csak legfeljebb egy órát másfelet hagyni ezzel a cukorral, kevesebbet teszek ebből is bele, mint ami rá van írva, mert szerintem egy kicsit túl édes. És az, hogy túl édes, az még inkább vonatkozik arra, amelyik nem cukorral készülő befőző cukor, hanem vagy stíviával, vagy valami hasonló más növényi cukorral, vagy gyümölcscukorral. Tessék elolvasni, mi van az acskókra írva. Akkor, mikor már egy kicsit összeállt, akkor fölteszem a tűzhelyre, és összesen, attól függően, hogy mennyire akarom, hogy zselés legyen, 1 vagy 3 percig kell forralni. Ugye a gyümölcs nehezen forrás forr... után 1-3 percig kell igen. Tovább forralni. Igen. De amikor már beleraktam a cukrot, és már ugye mire fölforr azért az jó sok idő, akkor közben megfűszerezem, és akkor jöhetnek bele azok, amiért nem leklárnak hívjuk, hanem csatninak, hogy fahé kerül bele, gyömbér kerül bele, szegfűbors kerül bele, szegfűszeg kerül bele. Tehát egy ilyen kifejezetten keleties, indiai típusú fűszerezést kap, és főleg a gyömbértől olyan különleges íze van, hogy minden, senki nem tudja megenni úgy, hogy ne jegyezze meg, hogy ilyen jót még nem evett. Ugye a fűszerezést tudja legkönnyebb ellenőrizni, hogy kóstoljuk meg. Akkor már vigyázunk, mikor forró, hogy milyen íze van. Itt vagy, Csini? Ahó! Halló, nem... Most elindult újra. A csatnihoz pedig adjunk egy kis zabkekszet, vagy amilyen kekszet szeretünk, lehetőleg azért gondolom a zabkekszet, mert az nem csak finom, hanem egészséges is. Ez volt tehát a 7. a csatni, a desszert, az ételsornak a végén. Nagyon szűkmarkúan mérjük ki ezt a desszertet, mert általában, bár ez már a 7. fogás volt, ilyenkor több halk
érdeklődés, megjegyzés születik, hogy lehet ebből még kapni, akkor öltsünk szigorú arcot, és mondjuk azt, hogy elfogyott. Mert egyébként az illető akkor nem 35 dekát eszik összesen, hanem 135 dekát, és senkit nem akarunk felhízlalni. Csak a baráti társaság kedvéért jövünk ezért össze. Akkor most, hogy ezt mind megettük, kicsit beszéljünk az idény étkezésről, ugye, hogy most már a saláták mellett egyre inkább eszünk főzeléket is. Ugye hűvösödik az idő, ősz van, szükségünk van a kifejezetten melegen tálalható ételekre, és én ebből nagyon szeretnék elmondani néhány főzeléket, ugye, ami a családunk körében a legnépszerűbbek. Nem tudom, melyikkel kezdjem. Szerinted melyik főzelékkel kezdjem? Én szerintem a tök főzelékkel kezdjem. Hát, hogy tudtam. Már csak azért is, mert ugye ma is volt az ebédhez az egyik a fogás tök főzelék volt. Rendkívül könnyű elkészíteni, ha valakinek van a közelében piac, vagy olyan zöldséges, aki árul gyalult tököt is, érdemes megvenni gyalulva, mert nem tudunk olyan kicsi tököt venni, amit legyalulunk, és egy hadseregnyi főzelék legyen belőle. Viszont nem jól tűri a fagyasztást otthoni körülmények között, úgyhogy ezt nem ajánlom senkinek. Én még sose fűztem fagyasztott tököt, amit a boltban lehet kapni, úgyhogy azt, erről nem mondanék inkább semmit, mert nem ismerem. Mindig friss tököt veszünk, és mindig olyan helyen, ahol az ember óra előtt gyalulják, mert hogy az az igazán friss. És nagyon keveset veszünk belőle, mert én nem szeretem. Úgyhogy a tökfőzelék az neked készül. Nagyon könnyű elkészíteni, egy egész kicsi vajat megolvasztunk egy pici egy kis lábosba, amiben éppen csak, hogy belefér a tök, mert körülbelül egy perc múlva már úgy összeesik, ugye azt a rengeteg vizet kiengedi magából, amit a tök tartalmaz, és mikor már elkezd kiereszteni, akkor sózzuk meg. Tehát a vajra nem, semmi más nem teszek, mint a kaprot, amit majd a végén bele fogom szórni, annak a szárát földarabolom egész apróra, és először azt teszem a vajra, aztán jön rá a tök, aztán jön rá a só, és akkor, mikor már olyan félig meddig puha, akkor beleteszek egy kis zabtejhet, mert magában azért ez nagyon üres lenne, tehát valami kell bele, és akkor és egy kis joghurttal, és ha még kigabra szeretnéd, akkor egy kis tejet is öntök bele, és a végén szórok bele őrölt fokhagymát és piros paprikát. A fokhagymával már jártam úgy az őröltel, hogy megkeseredett, úgyhogy ezért most más sem, hogy a legvégén teszem bele, mert akkor nem történik vele ilyen baleset. És ennyi. Az egész ennyi. Körülbelül ennyi ideig is tart megfőzni, mint amennyit beszéltem róla. A másik nagy kedvenc, ami meglepő módon a gyerekeknek is, a gyerekeinknek is, az unokáinknak is gyerekkorukból az egyik kedvencük volt a spenót. Ugye? Nem a lustaházi az, hogy jellemző rám, bár bizonyára az is, de hát főleg az, hogy soha nem volt elég időnk semmire, mert mindig 600 dolgot csináltunk. Ezért én spenótot csak mirelit spenótból szoktam főzni. Ha néha kapunk valakitől friss spenótot, akkor most már van időm rá, hogy meg is csináljam. Tehát a mirelit spenótot ugyanúgy vajat felolvasztunk, és akkor én olyan spenótot veszek, ami ilyen kis golyócskákra van fagyasztva, vagy nem is olyan kicsikre, de golyóra vannak fagyasztva. Az sokkal könnyebben feloldódik, tehát kevésbé kell rá figyelni, hogy oda kap. Mikor feloldódott, megsózzuk. Ha valaki igényli, akkor tehet bele más fűszert is, én nem szoktam, és akkor ezt ugyanúgy vagy joghurttal, vagy ha a gyerekek eszik, akkor inkább nekik tejszínnel szoktam behabarni, de úgy, hogy nem teszek bele már lisztet. Ebbe is lehet esetleg egy kis zabtejhet beletenni, de az már ízlés kérdése, ez mindenhogy finom, és hát persze ebbe is kell egy kis fokhagymapor.
Nagyanyáink mindig rántást is tettek bele, de ezt már régóta nem tesszük. Nem, nem, mi nem főzünk rántással, megpróbálunk egészségesebben élni. Megváltozatosabb lesz a főzelékek íze. Szerintem én például azért nem szeretek egy csomó főzeléket, mert a bölcsődébe, óvodába és az iskolában, amikor menzán kellett tenni, mindegyiknek egyforma íze volt, rántás íze volt. Kész. Úgyhogy... Igen, szegénység volt. Hát persze, persze. Régen voltunk gyerekek. Na és akkor a fő kedvenc, aminek most ráadásul tanultam egy új módszerét, ez a zöld borsó főzelék. Azzal mindig mindenkit le lehetett ültetni az asztalhoz. Ezt is általában mirelitből főzöm, mert hát ugye nagyon rövid a zöld borsó szezon, és amikor még volt rá kedvünk, meg volt egy olyan zöldséges, akinél mindig nagyon friss zsenge zöld borsót kaptunk, akkor még be is fagyasztottunk belőle, mert hogy annyira sok fogyott nálunk mindig. Ez is ugyanígy kezdődik, hogy a vajat megolvasztjuk, rászórunk egy kis petrezselymet, akár a petrezselyem szárát, mint a töknél a kapor szárát, és rádobjuk a zöld borsót. Itt viszont az elején már sózunk, mert különben hát furcsa lesz, hogy belül édes, kívül meg sós. Szóval az ötborsót azt korán meg kell sózni, viszont elég sűrűn kell kavargatni. És mikor már nagyon könnyű megállapítani, hogy mikor pult meg, amikor ráncos már a helye, akkor már megpult. És amit most tanultam, az az, hogy a zöldborsónak legalább a felét kivesszük, és egy botmixerrel pépesítjük, és semmi mással nem sűrítjük, mint hogy ezt visszaöntjük, vagy ebbe öntjük bele az egészben hagyott zöldborsókat, és a végén egy pici tejszínnel még ráízesítünk. Hát valami egészen fantasztikusan jó volt, szóval ezentúl én is így fogom csinálni, ahogy ezt itt megkóstoltuk. Véget ért a műsorunk. Akkor én most elköszönök a kedves hallgatóktól. Nagyon jó volt velük együtt lenni, remélem önöknek is jó volt. Tóth Zoltán és Kis Katalin, köszönjük szépen a figyelmüket. Találkozunk jövő pénteken is 12-kor.